Minden május utolsó vasárnapja országszerte a gyerekekről szól. Nincs ez másképpen városunkban sem. A tavalyi évhez hasonlóan idén is két napon át ünnepelték a gyerkőcöket. A pénteki napon sportversennyel várták a helyi általános iskolásokat, melynek megszervezésére a fürdőparkolójában került sor. A szombati napon már minden korosztályt tártkarokkal vártak, hogy benépesítsék a kastélykertet. Hatalmas területen meg annyi játék és program várta őket, teljesen ingyenesen. De hogy mivel is kedveskedett pontosan az önkormányzat és a Veres Péter Kulturális Központ a családok számára, arról Hegedűs Péter polgármester urat kérdeztük. A Eurojumpingtól kezdve az exatlon pályáig a gyerekek számára, a legkisebbektől a nagyobbakig, az ugrálóvárak, a népi játékok, a mászófal. Én azt gondolom, elég széles spektrumot fel tudtunk most az idén vonultatni, hogy jól érezzék magukat a gyerekek a gyereknapon. Látszólag, vagy akár az elmondások alapján mi az, ami a legnagyobb siker most itt kint? Hát ez változó, mikor hol áll nagy sor, nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy amikor valahol nagy sor áll, akkor megnézik, hogy hol van kisebb, oda átmenek, akkor ott lesz nagy sor. Tehát ez így vonulnak, és a szülők azok, akik igazából várakoznak, hogy kiszórakozzák magukat a gyerekek, és akkor este mindenki szép, nyugodtan, gyorsan elalszik. Mi várta még az ugrálóvárok hadán kívül ideként a gyerkőcöket és családjaikat? Természetesen az arcfestés, és azt az idén önkéntesekkel kiegészülve már hatan festenek arcot, hogy a gyerekeknek minél nagyobb arányban lehessen ezt a klasszikus gyereknapi eseményt megörökíteni az arcukon. Természetesen van büfé, lehet enni, inni. Az egyik egyesület, a Közösen Balmazulásért Egyesület ingyen vendégeli meg a kicsiket, természetesen ingyen nincs semmi, ezért a balmazi állatvédőknek gyűjt az egyesület, hogy a kutyáknak minél több élelmiszert, meg kennelt, ilyesmit tudjanak vásárolni. Erre folytatjuk most a gyűjtést. Említette a Közösen Balmazújvárosért Egyesületet, rajtuk kívül esetleg ki az, aki még segédkezet nyújtotta a szervezéshez? Hát ez abszolút önkormányzati és művelődési ház által megszervezett esemény, úgyhogy a művelődési ház dolgozóinak is természetesen köszönjük ezt a segítséget, vagy nem is a segítséget, a munkát. Ez a munkájuk, de azért nem mindegy, hogy egy munkát milyen színvonalon látnak el, úgyhogy szerintem, ha gyerekeknek pontozni kell, akkor ez ötös ez a munka most. A szülők és gyermekeik között járva nem volt kérdés, hogy korosztálytól függetlenül mindenki meg tudta találni a maga kedvencét. A nagyobbak inkább az exatlon pályán tették próbára magukat fáradhatatlanul, még a kisebb gyermekkel érkezők esetében más volt a favorit. 2 óra körül jöttünk nyitásra, alvás időben, mert a kicsi alszik, és arról a végéről kezdtük el, és mindenem végigmentünk körülbelül. Mi az, ami a kicsiknél a legnagyobb sikert aratja, illetve hány gyerkőccel érkeztetek ide? A 3-ból 2 van jelen, és az ugrálóvárat szeretik pillanatnyilag legjobban, az összeset. Amit nem próbáltunk ki, az az exatlon, mert az nem tetszett nekik, és a trambulin is nagyon bejött. Minden évben kilátogatok, amikor alkalmatok van ide a Városi Gyermeknapra, illetve ezen kívül máshogyan is ünneplitek ezt a jeles napot. Hát ezek után majd még délután, ha az időjárás engedi, megyünk a természetbe, erdőt járni és társai, de amúgy jövünk igen minden évben. A Közösen Balmazújvárosért Egyesület több mint 1000 adag étellel várta a kilátogatókat, egy a már polgármester úr által is említett jó ügy érdekében. Jó érzékkel, csupa olyan étellel készültek, amik mind-mind a gyermekek kedvencei. Kinek a jóvoltából készültek ezek a finomságok, és milyen célt szolgálnak? Ezekkel a finomságokkal a gyerekeknek szeretnénk kedveskedni, így gyermeknap alkalmából, és az önkormányzat, magánemberek, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület az elkészült finomságoknak az alapanyag egy részét egy debreceni nagykereskedelmi cég felajánlásából kaptuk, így nyilván jobban jövünk ki anyagilag. Ezeket az édességeket és pizzát, ezt mi ingyen adjuk. Van egy becsületkasszánk, ki mennyit szán, a balmazi civil állatvédőknek ajánljuk fel, ami összejön segítségül a kutyák mentésére, tartására, ellátására. Mi most itt jelen pillanatban az asztalról a gyerekek kedvence? Hát elsősorban a nyalókának kinéző kekszgolyók,
aztán a palacsinta is kellendő, a kakaós palacsinta és a pizza. Úgyhogy szívesen veszik a szülők, és tényleg becsülettel tesznek a dobozunkba, úgyhogy mindenki, anélkül nem, hogy ne csak elveszik és elmennek, mindenki fizet érte annyit, amennyit, ez nincs megszabva. Összességében itt az ötféle édességből, négyféle édességből és pizzából több mint 1000 darab van, és hát fogyik tisztességgel, tényleg szeretik, nagyon népszerűek vagyunk. Örülünk neki, hogy meg tudtuk lepni a gyerekeket így.